Ekkor az Úr felruházta lelkével Gedeont, az pedig megfújta a kürtöt, és hadba szólította Abiezer nemzetségét. 7 nehéz év következik az elvilágiasodott Izrael életében. Az Úr ismét odaadta őket egy fosztogató, nyomorgató nép kezébe. A nép könnyen tudott sírni, de nehezen tudott megtérni. Amikor a midianiták újra átlépték a Jordánt, tábort ütöttek Jezriel völgyében, és elkezdték portyázásaikat. Ekkor az Úr talált magának egy embert, Gedeont, akit felruházott lelkével, és harcossá tette, és vezette őt. Gedeon első lépésben lerombolta Baál oltárát, és a körülötte lévő szent fákat kivágta. Majd követeket küldött a közvetlenül veszélyeztetett törzsekhez, akik megértették, hogy elérkezett a szabadulás napja, és követték Gedeont. Mozgón imádkozom-e azért, hogy megtisztuljak, és a Szentlélek átütő erejével szolgáljak?